Vadai Ágnes hazugsággal vádolta meg a külügyminisztérium államtitkárát, Menczer Tamást, aki cáfolta azokat a sajtóhíreket, melyek szerint a kormány milliárdokért épít raktárt a feleslegesen megvásárolt lélegeztetőgépeknek. A stúdióban Menczer Tamás. Nos, tehát Menczer Tamáson most már van mikrofon, tehát van lehetőség a Kunalmi Ágnes által az imént megfogalmazott kérdésre válaszolni. A 2011-ben a 23. helyen állt Magyarország az Európai Unió tagállamai közül az egyfőre jutó GDP tekintetében, akkor hogy lehet az, hogy 2019-ben pontosan ugyanígy tartunk? Nagyon jó estét kívánok, bár nem számítottam rá, hogy innen indítunk, de... Én sem őszintén szóval, hát tehát az a kérdés elhangzott. Tehát nagyon izgalmas, amit Kunalmi Ágnes mondott, talán ennél vannak megfoghatóbb dolgok. Például, hogy amikor ők befejezték a kiváló kormányzásukat, akkor 11,5-12% volt a munkanélküliség, rengeteg magyar családnak nem volt munkája, nem volt biztos jövedelme, nem volt biztos jövőképe. Most a vírus előtt 3,3% volt a munkanélküliség, aki akar dolgozni, az tudott. Amikor ők befejezték kiváló kormányzásukat, 82-83-84% volt az állami adósság, amit mindannyian fizetünk vissza, nem egy elvont fogalomról van szó, még ha úgy is tűnik. Most a vírus előtt 70% alatt volt, és lehetne sorolni. Az elmúlt évben 5%, ha már GDP, az elmúlt évben 5% volt a magyar GDP növekedés, amely gyakorlatilag Európa bajnok adat a kontinensen. Tehát, hogy miről beszélget, én figyeltem, tényleg nem elegáns, nem is akartam itt, mosolyogtam, miközben hallgattam őket, a szép Andersen mesék az MSZP-ről és egyebekről, nem akartam volna erről beszélni, de hát ha már meglettem ilyen kulturáltan szólítva a kulisszában, akkor kénytelen vagyok. Államtitkár úr, egy megjegyzést hadd tegyek, most hogy állhat vajon az államadósság a járvány kellős közepén? Csak azért kérdezem, mert ugye volt 2008-ban is egy elég durva válság, tehát egy válság utáni adattal egy mondjuk majd évtizedes békeidőt összevetni nem egészen fel. Nem tudom, hogy mi fair vagy mi nem fair, de biztos, hogy korrekt azt mondani, mert tényszerűen igaz, hogy a 2008-ban a világgazdasági válságot megelőzően már a magyar gazdaság hát legalább stagnált, ha nem lefelé menő és visszaeső pályán volt, tehát már legyengült gazdaságban vártuk a válságot. Hát a kiváló korábbi miniszterelnök Gyurcsány Ferenc ugye be is vallotta, hazudtunk reggel délben is, este eltitkoltuk a gazdaságot. Ez akkor volt, korábban volt. Igen, csak az évek 2006-ban volt. Egymásra épülnek, igen, jött 2007. A stagnálás már a lefele induló menet, és 2008-ban a válság. Most egy felfelé ívelő szakaszban voltunk a válságnál, és éppen ezért tudunk újra munkahelyeket teremteni. A jó kiindulási alapot mutatja az is, hogy már többen dolgoznak, mint idén januárban dolgoztak. És például az is, hogy a külügypályázatán, illetőleg felhívásán több mint 900 vállalkozás jelentkezett, amely elhatározta azt, hogy beruházásokat hajt végre. Azt mondja, hogy többen dolgoznak most, mint a járvány előtt? Igen, idei évben januárban, így van, és a külügypályázatán csak a külügyén, és akkor még ott volt sok minden más, több mint 900 vállalkozás jelezte, hogy beruházást akar végrehajtani, és több mint 150 ezer munkahelyet megtartani, és ez több száz milliárd forint ez a beruházás értéke, amihez természetesen a magyar kormány a külügyminisztériumon keresztül hozzájárul. Tehát lehet itt nagyon izgalmas meséket mondani, ma hallhattuk a parlamentben az ellenzéket, csak vannak tények. Például Vadai Ágnessel kapcsolatban. Na, ugye múlt csütörtökön járt itt a DK képviselője, és a lélegeztetőgépeknek építendő raktárról értekezett, és fejtette ki azt a véleményét, hogy a magyar kormány hazudik. Ne szépítsük, ebben az összefüggésben tekintsük, hogy a kormány... Így van. Azért ül itt, hogy ne. Na, jó. Nézzük a tényeket, és nézzük azt, amiben nem hitt Vadai Ágnes, bár nekem őt képviselnem ebben a dologban végül is nem tisztem, de ő azt feltételezte, hogy nem Európai Uniós források, és nem Európai Uniós kérés, és nem Európai Uniós raktár, hanem ez kifejezetten a Magyarországra megvásárolt lélegeztető gépek tárolására szolgáló raktár irgalmatlan sok pénzből. Mi a valóság? Várjon egy percet, hadd mondjam, vagy hadd indítsam onnan, mielőtt ezekre tészenűen és tételesen válaszolok, hogy én múlt csütörtökön este ültem otthon nyugalomban, békében, simogattam a kutyáimat, mint egy ember, amikor fölhívott, illetőleg jelzett a kollégám, hogy Vadai Ágnes most hazugozott le negyedszer az ATV-ben. Mondom, milyen kedves, a fennmaradó időt mire használta? Mire mondja a kollégám, hogy ez már Rónai Egonnak is sok volt. Mondom, húha, pedig ő sokat látott figura. Mondom, én megnézem ezt a beszélgetést. Dicséretnek tekintsem, Abszolút. Mondom, én megnézem ezt a beszélgetést. Nem aznap este, mert azért az embernek mégis a mentál higiéniájára figyelni kell, és ugye brit tudósok kimutatták, hogy lefekvés előtt ne néz az ember Vadai interjút, mert rosszul alszik. Másnap azért megnéztem, és mondom, tényleg, a hazugságbeszéd évfordulóján, csak úgy jelzem, mert ez múlt csütörtök volt,
Gyurcsány Ferenc beszédének, a nagy varázslónak, a hazugság koronázatlan királyának beszédének az évfordulóján az ő kiváló szárnysegédje négyszer, megszámoltam, négyszer hazugozott le engem. Na most nézzük akkor a tényeket. Tehát ezt a raktárbázist, illetve ezt a projektet márciusban indította az Európai Unió. Ez egy uniós projekt. A lélegeztetőgépeket és azok tárolását, raktározását is az utolsó euróig vagy forintig az unió fizeti. Világosan ott van a szabályban, hogy a magyar kormány az áfát fizeti, de értelemszerűen az áfa az egyik zsebből a másik zsebbe kerül, illetőleg a projekt 20%-át finanszírozza előre, 80-at az unió helyből, és a megmaradt 20-at is az unió később kifizeti. Ezek tehát a világos tények. De tudja, műsorvezető úr, azért hazugozott le a világos tények ellenére engem Vadai képviselőasszony kulturáltan négyszer, mert az igazságra ők így reagálnak. Szerintem ez baj, ezt sajnálattal látom, és veszem tudomásul, de mégiscsak tény. Én ott az ismeret hiányában azt kérdeztem vissza képviselőasszonyt, hogy nem lehet-e az, hogy ez egy rosszul megfogalmazott döntés, ami félreértésre adhat okot. Tisztelt műsorvezető úr, én elfogadtam az érvelését, és még egyszer elolvastam. Akkor is és ma is. Világosan ott van az áfa pont, és a következő pontban pedig világosan ott van az előfinanszírozás. Ezt nem lehet szándék nélkül félreérteni, de egyébként ez beleillik egy nagy képbe. Hát mi történt a lélegeztetőgépekkel? Egyszer azt mondják, hogy sok, egyszer, hogy kevés, ezen most már lendüljünk is túl. Aztán azt mondták, hogy nem használhatóak, a sajtóval az élen, hogy kiderült, hogy mind használható, még nekik is be kellett valami. Nem feltétlenül erre a célra. Ez nem igaz, ez se igaz. Ez nem orvos, azért abban ne vitatkozzunk, ezt orvosok de, is de más orvos, meg más. Vannak olyanok, amik légzés támogatása jó, igen, de pontosan egy COVID-os invazív és non-invazív, nagyon hosszan beszélhetnénk, erről készültem, hosszú ideje, mind a kettő hasznos. Tehát mindegyik használható. Három, akkor elkezdték őket kilóra mérni, valamelyik kiváló sajtóorgánum, az idiotizmus maga, elnézést kérek, nem akarok senki, abszurdum maga, fogalmazzunk így, kilóra mérni a lélegeztetőgépet. Na, hogy hány kiló gép? Hát igen, azt mondták, hogy kiló alapján domborítottak, vagy hoztak ki a statisztikát, hogy kiló alapján mi rosszul vásároltuk. Igen, csak az ilyen műszereknél, mint általában elektronikai eszközöknél, ha valami kisebb, akkor drágább, így szokott lenni. Tehát kiderült, hogy ez egy marhaság. Utána jött ez a raktár. Most mondtam tételesen, hogy nem igaz. Most az van, hogy nincs elég ember. Ez ugyanúgy nem igaz. Tehát ezt viszont megint csak szakorvosok állítják. Igen, tudom persze. Más szakorvosok meg az ezért felelős emberek pedig elmondták, hogy van egy vezénylési terv. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy mindezzel... Várjon, mert ez fontos, és akkor most erről érdemes is beszélnünk. Ha vezénylési terv van, az azt jelenti, hogy valahonnan elhoznak szakembereket, orvosokat és intenzív ápolókat valahova. És ott mi történik? Megint bezárjuk a kórházat? Nem zárjuk be a kórházat. A betegek feltöltése is. Elnézést, a betegek feltöltése nem olyan helyes megfogalmazás. Igen, tehát ha kijelölte, bár ez nem az én szakterületem, de természetesen én is ott vagyok és tudom, Kásler miniszter úr és az egészségügyi felelős szakemberek kijelöltek egy sorrendet a kórházaknál. Vírusos betegeket hova kell vinni? És ha itt 80%-ot elér, talán 80-at, remélem, nem mondok rosszat, eléri a kapacitás, akkor szólnak, és akkor jön a következő kórház. És ha bárhol a kapacitás eléri a határát, akkor tovább mennek, és ha bárhol emberre van szükség, akkor azt olyan kórházból, ahol ilyen beteg nincs, tehát ilyen terhelés nincs, onnan átvezénylik. Én fogja bírni az egészségügy, úgy látja? Fogja, eddig is bírta. Ugye Orbán Viktor ma elképesztő számokat mondott a parlamentben, mint a legrosszabb esetben elképzelhető betegszámot és intenzív. Igen, mert a miniszterelnöknek, ahogyan ő megfogalmazta, az a feladat, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyvre felkészüljön, és ő erre felkészült már a tavaszi időszakban is, a járvány első hulláma során, és akkor egy más típusú védekezést kellett választanunk, logikus okoknál fogva, mert egy ismeretlen helyzetbe kerültünk, és most is a legrosszabb forgatókönyvre készül fel. Én azt hiszem, hogy nagy tisztelettel vagyok matematika tanáraim felé, még talán statisztikát is tanultam valamikor a főiskolán, bár ezzel nem mennék messzire. Nagy tisztelettel vagyok mindenki felé, aki ezt a tudományt magas szinten birtokolja, de azt hiszem, hogy bölcs az, aki úgy gondolja, hogy a matematikusok és statisztikusok mondásait óvatosan kezelés felszorozza mondjuk kettővel. Miniszterelnök úr, nem is ezt kérdeztem meg, hanem hogy akkor ennek megfelelően megszámolták az egészségügyi dolgozók létszámát is. Nyilván felszorozva kettővel az igényelt létszámokat. És ez rendelkezésre áll?
Igen, részletesen azért nem tudom elmondani, mert nem tudom, hogy hány rezidens van, hány végzős, hányan vannak 60 év alatt fölött, de én is ott ültem azokon a megbeszéléseken, még az operatív törzsnek, vagy már az első hullám alatti megbeszélésén, amikor ezek tételesen hány ágyunk van, hány orvosunk van, hány nővérünk van, stb. Stb. Most kerekített és megcáfolt a Vadai Ágnes állítását. Kíván bármiféle elégtételt még tőle? A nyilvánosság előtt? Én Vadai képviselőasszonytól semmit nem kívánok. Az a hír, hogy listázták a külügyben a magyar újságírók útjait. Ez igaz? Nem. Ez a másik... ez egy kiszivárgott dokumentum. Igen. Igen. Ez maga egy érdekes történet, de úgy látszik, külügyminiszter úr még nem rúgott ki elég embert, meg mindig szivárognak dokumentum. De ez nem fenyegetés, ugye? Nem, ez az... Miért lett volna fenyegetés? Hát úgy hangzott. Majd két gondolatot, erről is beszéltünk, de ez egy kiszivárgott dokumentum, amihez a Telex nevű Index 2 létezik, nem létezik, majd létezik, van másik, lesz másik, abrakadabra ebbe a történetbe került bele. Volt indexes újságíró portálja, Telex lesz. Na most itt az a helyzet, hogy mi nem listázunk újságírókat, se ilyen szándékunk, se tudásunk nincsen hozzá. Azt láttuk nyilvános adatokból, bárki megnézheti különböző honlapokat, hogy egyes soros szervezetek, például a Transparency International nevű szervezet, szervez ilyen érzékenyítő kurzusokat, szakmai utak, hogy oda ne rohanjak, és itt együttműködő partnerként vannak feltüntetve különböző budapesti nagykövetségek is. És akkor mi megnéztük, hogy már csak úgy kíváncsi lettem, mert nekem a feladatom a külügyminisztériumban például az, hogy politikai ügyekkel foglalkozzak, és ez egy politikai ügynek tekintem, hogyha Soros György finanszíroz médiakurzusokat baloldali újságíró. Szakmai út az óhatatlanul sorosista médiakurzus? Nem, az a sorosista médiakurzus, amit Soros György fizet. Biztos, hogy ő fizeti? Hát az nyilván. Együttműködés, az egy, nem tollas a hátam még azért, az együttműködés alapján az ő jelenléte és az ő szervezeteinek jelenléte ezekben már csak népszerint. Ez önmagában bűn, az, hogyha a Soros György valamelyik szervezete finanszíroz hát, egyfajta szakmai utat? Hogy mi a bűn, tehát a törvény az törvény, a bűn az a jóisten ítélőszék előtt. Törvény szerint ez lehet, ha jól gondolom. Törvény szerint lehet, tehát ilyen értelemben nem bűn, egy politikai támadás. Műsorvezetőre egy politikai támadás, és a politikai támadásokat nem árt, ha az ember látja, és nem árt, ha fölkészül. Elég széles körűen értelmezi a politikai támadás miben létét. Hát a tapasztalat. A tapasztalat sajnos azt igazolja, hogy erre így kell készülni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és örülök, hogy el tudtam mondani a véleményét. Én is köszönöm. Csütörtök interjúról. Köszönöm.